Paradicsom, paprika és uborka a gírosztál nélkülözhetetlen alapanyagai. Ezt készítették elő a lányok a Nyírdiabet Egyesület háromnapos táborában. A hatállásos tankonyhában négy csapat dolgozott egyszerre azon, hogy cukorbetegek által is fogyasztható finom ebéd készüljön. Ennek része volt a brokkoli krémleves is. Én szeretem, igazából inkább levesbe szoktam enni. És most miközben készült a leves, megkóstoltad, jó lesz? Még nem kóstoltam meg, de szerintem meg fogom kóstolni. A tábor célja nem csak az, hogy a fiatalok fejleszék a főzőtudományukat, elsősorban azért rendezik meg rendszeresen a főzőklubot, hogy az egyes típusú diabétesszel élő gyerekek megtanulják kezelni a betegségüket, és megszokják azt, milyen az, amikor valamit nem ehetnek meg, vagy nem akkor, amikor szeretnék. Például, ha magas a vércukorszintjük. Ennek mérésére ma már olyan eszközök is léteznek, amelyek pár percenként mérik az értékeket. Látjuk, hogy most magas a cukorszintje, de azt is látjuk, hogy szépen megy lefelé a tendenciája, tehát hogy reggeli után neki fölment igazából a cukor, és most pedig jön lefelé szépen. Tehát ezért nagyon szeretjük a szenzort, mert ha most vércukorból mérnénk, akkor látnánk egy 10-1-et, és megijednénk, hogy úristen, de magas, de most pedig igazából örülünk neki, mert látjuk, hogy szépen megy lefelé a vércukra, és igazából ezt most még nem is fogjuk kezelni, hanem még várunk vele, hogy még mennyire fog lemenni, úgyhogy bízunk benne, hogy ez még lejjebb megy, ugye Gina? Korrekció nélkül! Bár most még tűpontosan számolják a gyerekek a fagyi szénhidrát tartalmát, a tapasztalatok szerint ez később alább hagy. Amikor kamaszok, akkor semmit nem tartanak be, mindent fölborítanak, tehát egy nagyon, nagyon jól nevelt, nagyon jól kezelt, nagyon szabálytűrő, pici általános iskolás is kamaszként azért nem fog szabályt betartani, tehát akkor jön a lázadó korszak, ez teljesen igaz itt is, és felnőttként pedig ugyanúgy vissza fognak arra állni, és be fogják tartani a szabályokat, tehát ez a tapasztalatunk. Nem könnyű elfogadni és megtanulni, hogyan kell együtt élni ezzel a betegséggel. Ezt azok a mentorok is megerősítik, akik a gyerekek mellett segítenek elkészíteni az ételeket. Én 11 éves voltam, 10 éve vagyok cukorbeteg, és hát nekem kisebb korban nyilván nehezebb volt, mert láttam az osztálytársaimat, hogy ugye mindent megállnak körülöttem, és úgy kicsit irigykedtem, de ahogy teltek az évek, egyre könnyebb volt igazából feldolgozni, és nem éreztem azt egyáltalán utána később az iskolába se, hogy én valamiben hátrányt szenvednék, vagy valamiben kimaradnék. Az első ilyen nagyszabású táborban 14 gyerek vett részt 7-től 13 éves korig. Bár ez a tanfolyam véget ért, a Nyírdiabet Egyesület rendszeresen szervez rövidebb főzőklubokat is.